Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, szeptember 10-én. A mai napon egy félhold van. Ez szép, de lehet kellemetlen, mert hiányzik valami. Egy félhold napon a nap, a hold és a mi földünk egy olyan kapcsolatban áll, ami számunkra hat, de ezek kihívások. Azon kívül jelzi azt, hogy hiányzik valami, hiányzik a belső egyensúly, vagy hiányzik egy elem a mai napon, a víz eleme, és az szimbolizálja az érzelmeket. Ha mi az érzelmeinkre hallgatunk, akkor megtaláljuk a belső egyensúlyunkat. A hold a mai napon Aldebarán csillaggal áll összekötetésben. A hold olyan, mint egy szivacs. Átveszi az energiát, de nem tartja meg, hanem mutatja nekünk. És így a hold közvetítése által hat ránk Aldebarán csillag. Aldebarán az egy királyi csillag, és mutat egy új utat, vagy egy kiutat. Segít abban, hogy mi ezt észrevegyük, és oda nézzünk. A mai napon a nap és egy visszatekintő Jupiter bolygó egy trigón kapcsolatban áll. Ez szerencsét hoz. Jupiter bolygó az a nagy szerencse, tehát most vannak lehetőségek. De vegyük figyelembe ezt a félholdat, mert itt vannak kihívások és nehézségek is. Várjunk, amíg ez elmúlik. Ha valamit tervezünk, akkor azt indítsuk holnap. Jupiter bolygó kihat az igazságra, vagy mutatja az igazságtalanságokat. Ez lehet egy bírósági ügy is. Mivel visszatekintő, itt a múltról van szó, de a nap segít abban, hogy valamit itt átlássunk. Ez a visszatekintő mozgás, ez lelassíthat valamit, de ez jó, mert akkor van időnk valamit átvizsgálni vagy észrevenni. Ebben segít a nap energiája. A mai napon indul egy visszafele mozgás a Mars bolygónál. De itt hozzá kell tennem, hogy a bolygók nem mozognak visszafele, egyáltalán nem, hanem a sebességük más, biztosan utaztatok vonaton. És ez olyan, mint amikor a vonatok más sebességgel mozognak előre, de ha mi kinézünk az ablakon, akkor úgy látjuk, mintha visszafele mozognának. És ez a fenomén játszódik le itt is a bolygóknál, ha mi ezt megtekintjük, akkor számunkra olyan, mintha visszafele mozognának. Tehát ne gondoljátok, hogy a bolygók visszafele mozognak, hanem mi így vesszük ezt észre, ugyanúgy, mint a vonatnál, ennél az utazásnál ilyen előfordulhat. Ez egy ilyen fizikai fenomén. Ez a visszatekintő mozgás Mars bolygónál jelenti azt, hogy visszatér valaki az életetekbe, a múltból, ez egy férfi, ez lehet egy párkapcsolat, de lehet ilyen családi kötöttség is, vagy barátság. Ez a visszafele mozgó Mars energia azt is jelenti, hogy fáradtak vagyunk, és kell a pihenés, kell a belső erő, hogy később tovább menjenek a dolgok. A mai napon Mars bolygónak nincs kapcsolata más bolygókkal, így marad a saját erejében,
Az jelentheti azt, hogy a férfiak most egyedül szeretnének lenni, vagy jelenti azt, hogy nyugalomra van szükségünk, és nem engedjük, hogy mások zavarják a mi nyugalmunkat. És ez volt a mai felvételem, Mizó is szeptember 10-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!